A Kártya utca végében szerelték fel azt a napelemes szivattyút, mely nagyobb esőzések után óriási segítséget nyújthat az ott élők számára, hogy a kertekben és esetleg a házakban ne álljon meg a csapadékvíz. Az önkormányzat részéről jelentkezett egy olyan feladat, illetve kérés, hogy oldjuk meg a csapadékvíznek, a többlet csapadékvíznek az elvezetését úgy, hogy ne kerüljen ez különösebben pénzbe, illetve ne hálózatról működjön, hanem napelemről. És akkor kezdtünk el fejleszteni egy napelemes szivattyút. Ez elég jól sikerült, és most van éppen próbaüzembe. Előtte persze két hónapon keresztül próbáltuk otthon a kertbe, medencéből kibeszívogattuk a vizet, és hát ez elég jól működött. Óránként olyan 14-15 köbmétert képes kiszívni, akár 4 cm nagyságú darabokat is, tehát ilyen kisebb fa hulladékokat, ilyen olyan dolgokat is hajlamos kiszívni ez a rendszer. Egy töltéssel olyan 1-1,5 órát képes üzemelni, tehát ez úszka olyan 15-20 köbmétert jelent. Hát bízunk benne, hogy ez a mennyiség elegendő lesz. Egy töltés durván olyan 10 órát vesz igénybe, és 10 óra után ugyanezt a köbméter mennyiséget képes a rendszer kiszivattyúzni, és persze visszajutatni a patakba. Ahhoz, hogy ez beinduljon, egy elég nagy tekintélyes mennyiségű vízmennyiségre van szükség. Történetesen egy nagyobb felhőszakadás esetén, amiben a kis utcában telepítve lett 4 darab akna, mindegyik bukó akna, az annyit jelent, hogy az egyik akna, amikor föltöltődik vízzel, átbukik a csorlódik tölt aknából a víz a következőbe, aztán a következőbe és a negyedikbe. A negyedikbe van elhelyezve a szivattyú, amikor már nincs több aknánk, hogy tároljuk a vizet, és ebben az esetben akkor automatikusan egy úszó kapcsoló, ami a víznek a tetején úszik, és mindig, ahogy a víz szint emelkedik, ez a kapcsoló szépen bekapcsolja a szivattyút, és gyakorlatilag beüzemelés történik, és beindul a rendszer, és ezt a fölös vizet beleubbálja gyakorlatilag a patakba. Nyugat-európai országokban is voltak hasonló próbálkozások, meg is történtek. A különbség abban rejlik, hogy míg mondjuk a nyugat-európai oldalon egy amerikai termék, amilyen létezik a világban, 300 wattos napelemből szereltek föl 10 darabot, azaz 3000 wattot, a mi esetünkben ez pedig 500 watttal megoldható. Ugyanakkor akkumulátor tekintetében nálunk egy 90 amperórás akkumulátor működteti a rendszert, a külföldi technológiáknál pedig 8-9 darab 100-120 amperórás. Nagyon nem mindegy, hogy mennyibe kerül egy akkumulátor, és mennyi idő alatt lehet föltölteni ezeket a sorba kötött akkumulátorokat, illetve mennyi idő alatt lehet egy darab akkumulátort föltölteni. Tehát optimalizáltuk az energia felhasználásunkat, és ezáltal úgy gondolom, hogy ez nem azt mondom, hogy világra szóló, de egy hasonló dolog, mint annak idején a napelemes lámpáink voltak.